szerintem, szerintem nem fontos. Ami fontos, hogy a magyar nemzetállami építés volt talán az egyetlen Közép-Európában, Nyugat-Európában ez egészen máshogy, de Közép-Európában talán az egyetlen, gondolva itt a csehre, gondolva itt a, hát a osztrák az egy külön dolog, de gondolva feltétlenül nem a lengyelre, vagy az ukránra, vagy a romára természetesen, ahol integratív szándékkal közeledtek a zsidókhoz, számítottak a zsidókra jobban egyébként, hogy részt vesznek a nemzetépítésben. Ez nem akarom általánosítani, mert ez előfordult mások is, például a Balkán egyes régiójában, ahol egészen más körülmények között, sokkal kevesebb zsidóval, más nemzetiségi felállással, de lehet párhuzamokat találni. A legtöbb közép-európai államban ilyen azért nem volt, nem látok más ilyen példát, sőt a balti államokban sem, egyáltalán ebben a zónában nem látok más példát, a Balkánon már lenne párhuzam. Tehát még egyszer, ez az első olyan mozzanat társadalmi történetileg, ahol megjelenik a zsidók hát iránti minősített szimpátia, valami fajta szimpátia, mindenképpen annak a felismerése, hogy a zsidó fontosabb a modern nemzetállamban. Na most ez a gondolat aztán a 48-as forradalomban is megjelenik, ott a fő romantikus nemzetvédőink azok mind kivont karddal védik a zsidókat, amikor szükség van, és kivont pennával főképpen, karddal is alkalmazták, de főképp pennával. A kiegyezés után ez majdnem, tehát ez a gondolat, hogy szükség van a zsidókra a nemzetállamban, majdnem, hogy kormányprogram szintjén jelent meg. Ezt én naívul valamikor régen egy asszimilációs társadalmi szerződés néven illettem, lehet felhozni, hogy ez igazolt megjelölése. Mindenképpen ebben a politikában, tehát a kiegyezés utáni magyar nemzetépítés politikájában a zsidók nagy szerepet játszottak, közismert szerepet a gazdasági életben, kevésbé közismertet, ami eléggé a kulturális életben, a kulturális infrastruktúra az ország csajkójának, színházügyének, zenei életének, általában a kulturális infrastruktúra megszervezésében. Tehát ezek viszonylag közismert dolgok. Itt is van egy erős, hát aki akarja, szilószerintának is nevezhető potenciál, nevezhető minősítési lehetőség. Na most, gazdaságilag, még nem említettem ugye több minden dolgot, gazdasági téren a zsidók hasznosságának a felismerése, ez visszamegy akár a 18. századra, amikor megjelentek egyáltalán a zsidók Magyarországon, nagyobb tömegekben, mert hogy akkor alakult ki a falusi zsidóságnak a hát objektív osztályszövetsége, vagy valamiképpen csoport szimbiózisa a földesúlyi nemességgel. Tudnék, a földesúlyra temeltettek, a jobbágypanssága is megjelentek a zsidók, akik képesek voltak pénzére eladni, még pedig egyre inkább a nemzetközi piacokon, a termelésekkel. Tehát kialakult egy olyan gazdasági érdekkapcsolat, ami messzemenően hát meghatározta a zsidóságnak egyre erősödő gazdasági helyzetét ebben a alulfejlett, kevési iparosodott, ugye kezdetlegesen iparosodott társadalomban. Ezt elfelejtettem mondani, de egy nagyon fontos háttérvonata annak, ami aztán a ipari társadalom kiépülése korszakában, hát ilyen zsidó, nem zsidó együttélés, szimbiózis formájában folytatódott. Mondom, a filoszemitizmus minősítésével óvatos lennék, de a közelség erősödésének azért rengeteg jelzése van. Na most ezeknek a jelzéseknek van egy történelmi szociológiája, amit ki lehet dolgozni, ezen is sokat dolgoztam. Felemlítenék néhány olyan összefüggést, amely ebben a helyzetben, ebben a történelmi szociológiai témában fontos lehet. Az egyik, ugye pusztán demográfiai jelzésekről van szó, a vegyes házasságoknak a problémavilága. Vegyes házasságoknak meg mindig voltak, csak amik a polgárháború házasságot a századforduló, a 19. század vég törvényhozása meg nem valósította, addig ezek titkosak voltak. Rengeteg olyan családtörténetet ismerünk, ahol utólag derül ki, hogy hát bizony nagyszülő, végszülő az ilyen, olyan formában zsidó hátterű, mert hogy a vegyes házasságok titkosak, per definíciónak nem voltak törvényesek. A század vég óta ezt a jelenséget lehet mérni, és hát a vegyes házasságot, mint jelenség, mint társadalomtörténeti jelenség, bizony egy igen fontos és érdekes jelzése a zsidó-keresztény együttélésnek, még pedig a legintimebb formában, a legintenzívebb formában. Ennek van egy szociológiája, ennek vannak nagyon érdekes jelzései, például az, hogy
amikor a polgárházasságot bevezették a reverzális lehetőségét is, amely abban áll, hogy a felek megkötötték a jövő gyermekek, születendő gyermekeknek a vallását, tehát előre meghatározták, hogy milyen vallások lesznek. Az ember ezeket megnézi, a zsidó-keresztény házasság, ez kicsi kutatási eredmény, bárki utána nézhet, a zsidó-keresztény házasságban a reverzálisoknak nagyon csekély szere volt, nagyon kevés esetben kötötték ezt meg, aminek a következő mezőnye az lett, hogy a vegyes házasságban született gyerekeknek egy jó része zsidó vallásban nevekedett tovább. Ezek csak ilyen megjegyzések. Ki lehet dolgozni, és érdemes ezen dolgozni, ennek a különböző fejlődési vonalait fölvázolni, annál is inkább, mert hogy a vegyes házasságnak a trendje, tehát a számbeli, arányveli növekedése egyáltalán nem áll le a két világháború között, tehát az antiszemita trend beindulása után, sőt, hát egészen fontosan a nácifikáció, én nem fasizálódásnak hívnám, mert ez dehonestáló orosz fasizmusra nézve, tehát a nácizmusnak az előretörésével párhuzamosan növekedett Magyarországon a vegyes házasságnak az aránya. És hogyha egészen konkrétat akarunk venni, a maximumát a zsidó-keresztény vegyes házasságnak a trendje kiszámíthatóan, tehát számszerűsíthetően, akkor érte el, amikor lefutották, tehát 41. november 1-e előtt, mert hogy a 41. november 1-e előtti hónapokban hirtelen felszökött a vegyes házasságnak a száma és az aránya, ami mutatta, hogy egy csomó zsidó férfi és nem zsidó nő, és fordítva zsidó nő és nem zsidó férfi élt együtt, és kényszerült arra, hogy házasságot kössön, hogy mielőtt a törvény hatálya alá esett volna. Ennyit erről az egyszerű, nagyon fontos, nagyon sajátos demográfiai jelzésről. Na most van egy sor olyan jelzés, ami hát a zsidó-nem zsidó közelséget a konfliktuális formában hát fejezi ki. Ezek között a legfontosabb talán az áttérés, a vallásváltás. A vallásváltás persze van egy nagyon komplex, konfliktuális és több értelmű, többféleképpen értelmezhető jelenség. Ugye egyrészt lehet egy kényszerhelyzet következményének is tekinteni, amikben a zsidók közül sokan megfelelően adott arányban, tehát ez mérhető, ez elég jól mérhető, el akarták hagyni a zsidóságot, föladták, önfeladással reagáltak, mire hát nyilván a zsidó ellenség fenyegetését, tehát a